Megszépül a Mieu Táncsicskör út 19-es óvodája, hiszen itt is előrehozták a nyári karbantartási munkákat. Tudtuk meg Kunné Nánási Mónika intézményvezető helyettestől. Lefestésre kerültek az udvari játékok, lemeszelték az óvoda épület lábazatát, illetve a virágos kert és a veteményes kert karbantartása, felújítása is megtörténik a következő napokban. Az udvaron az elmúlt napokban megkezdődött a karbantartási munkálat. A kolléganőim, illetve a karbantartóknak köszönhetően lefestésre kerültek az udvari játékok, az épület, óvodai épület lábazata lekenésre került, tehát meszelésre került, illetve a virágos kertet és veteményes kertünknek a karbantartása, illetve felújítása fog megtörténni az elkövetkezendő napokban. Az első napokban nagyon nehéz volt belépni az épületbe, hiszen nem ehhez vagyunk szokva, hanem a nyüzsgéshez, a gyermek zsivajhoz, és egyre nehezebben viseljük azt, hogy ilyen csendes az épület. Jelen pillanatban most 10 kisgyermeket látunk el az bent az épületben, de hát ők azért csak kis létszámban vannak itt közöttünk. Nekik igyekszünk minél tartalmasabbá tenni az itt létjüket. Azok kolléganői minden nap olyan tevékenységeket ajánlanak fel nekik, amelyek az ő fejlesztésüket szolgálják, illetve szebbé teszik a napjukat vele. És hát nehezen viseljük, igen. Várjuk azt, hogy újra megnyisson és tele legyen élettel ez a hatalmas udvar. Az óvodából két óvodapedagógus kapcsolódott be a karcagi óvodák Tarka Barka perceibe. A mi óvodánkból is van kolléganő, aki bekapcsolódik, igen, a Tarka Barka percekben. Ő elsősorban az egyik óvónénink, Ildikó óvónénő elsősorban zenei területen tevékenykedik a Tarka Barka perceken belül. A Rózsika óvónénink, ő pedig mozgásos, valamint mesevers tevékenységi területen kapcsolódott be a Tarka Barka percekben. A zárt Facebook csoport a szülők visszajelzései alapján elmondható, nagy örömmel vették, hogy beindult ez a Tarka-Barka percek. Így még tartalmasabbá tudják tenni az ott létet a gyermekeiktől. A zárt Facebook csoportjában majdnem minden óvodai csoportunknak, és ott olvasgatom a szülők visszajelzéseit, és nagyon nagy örömmel vették, hogy beindult ez a Tarka-Barka percek. Nagyon szívesen veszik a feltöltött anyagokat, amikkel segítik az otthon eltöltött perceket még tartalmasabbá tenni, úgyhogy nálunk teljes mértékben, azt tudom nyilatkozni, hogy teljes mértékben pozitívan fogadják a szülők, és nagyon örülnek ennek a fajta segítségadásnak. Azokkal a kolléganőim, akik nem a Tarka-Barka percekbe kapcsolnak be, azok a csoportjaik zárt Facebook csoportján tudnak olyan jellegű feladatokat feltölteni, vagy megosztani a szülőkkel, amelyek természetesen segítik azt, hogy a gyerekek minél inkább föl legyenek készítve az iskolai életre. Az ősztől 48 gyermek megy az oviból iskolába, sajnos most a ballagás elmarad. Nekik külön feladatokat is adnak, melyet a szülőkkel oldanak meg a kicsik. Hamarosan az is kiderül, hogy hány új óvis érkezik ide ősztől.